Üdvözlök mindenkit a mai videóban! Már lassan egy hónapja nem volt videó, és hát mit mondjak, ez a március ilyen volt, nem igazán érkezett semmi bemutatásra érdemes, konkrétan semmi nem érkezett néhány film kivételével, amik majd a hóvégi filmes összegzésben benne lesznek, de figurák nem igazán jöttek, úgyhogy egészen eddig, úgyhogy nem igazán tudtam mivel jelentkezni márciusban, azonban nemrég sikerült kettő nagyon franko Assassin's Creed figurát beszereznem. A sztori úgy volt, hogy én elég sokat bújom az eBay-t, és nem feltétlenül mindig vásárlás céljából, egész egyszerűen csak megyek, és beállítok figyelésre egy csomó mindent, csak vadászom a lehetőségeket, úgyhogy ez is kb. Így történt, beállítottam figyelésre egy olyan figurát, amit már tök régóta szerettem volna, mert szerintem egy nagyon állat, szerintem az egyik legkirályabb Assassin's Creed figuráról van szó, egyébként mindjárt látni fogjátok, és úgy történt, hogy kaptam egy e-mailt arról, hogy lejjebb ment az ára. Szokott néha az eBay küldeni ilyen e-maileket, mondom, hát akkor rá is nézek, hogy miről van szó. Mindig lecsekkolom az eladót, hogy milyenek az értékelései, és akkor feltűnt, hogy ez az úriember egy olyan Assassin's Creed figurát is árul, amit már nagyon rég beszerettem volna szerezni ez mellett a másik mellett, úgyhogy hát kapva kaptam az alkalmon, hogy akkor jó, legyen, most akkor belefér, egész márciusban nem vettem semmit magamnak, úgyhogy akkor legyen ez a két Assassin's Creed figura. Aztán szerettem volna már egy pár nappal korábban ezt a videót feltenni, és fel is tudtam volna, hogyha nincs egy kis fennakadás a szállítás körül, mert az egyik megérkezett, a másik csomag meg valamiért két külön csomagba küldte el az úriember, és az egyik fennakadt valamiért a rendszerben, de az is megérkezett tegnap, úgyhogy elmentem éjszaka dolgozni, most pedig nemrég keltem föl, és gondoltam meg is csinálom gyorsban az Assassin's Creed figura bemutatót. De mielőtt neki kezdünk a figura bemutatásnak, egy másik dolgot szeretnék elmondani, ugye tavaly, már nem is emlékszem, csináltam egy Twitter fiókot, és ott mondtam a valamelyik videóban, hogy gyertek, kövessetek be Twitteren, de az elég tiszavirág életű volt, nekem nem igazán jött be ez a Twitter dolog, az az igazság, már nem vagyok fent egyáltalán semmilyen formában azon a közösségi oldalon, mert nem igazán jött be, azonban kísérlet jelleggel körülbelül egy hete, kicsit több mint egy hete csináltam egy Instagram fiókot, ami viszont egészen tetszik, úgyhogy ha van kedvetek hozzá, és fenn vagytok az Instagramon, akkor kövessetek be, légy szíves, én pedig majd jól visszakövetlek titeket, a linket a leírásba beteszem. Na de akkor jöjjenek a figurák! Itt is vagyunk az első bemutatásra váró Assassin's Creed figura, nem más, mint az Assassin's Creed harmadik részéhez készült Freedom Edition. Ez Xbox 360-hoz jelent meg anno, az ami nálam van. Itt van a maga a csomagnak az egykori tartalma, de ez már nincs benne, csak a figurát kaptam meg. Nincs se steelbook hozzá, se semmilyen artbook, se semmi más, csak maga a figura, de nekem igazából több nem is nagyon kell. A másik figura az egyébként járt több kiegészítő is. Na, ez a doboz baromi jól néz ki szerintem. Az az igazság, hogy nem az a tipikus AC doboz, tudjátok, ahol elől ki van vágva és látszik maga a figura, mert ugye az AC kiadványoknak a nagy részében így nézett ki, és a figurák nagy része így néz ki, de ez nem. Leszedjük a tetejét. Ide belenyúlunk, akkor itt van a zászló a figurához, és ha jól tudom, akkor itt van benne a rejtett penge is. Ugye Connornak egy ilyen furi rejtett pengéje van a játékban, ami szerintem egyébként nagyon állatul nézett ki, késként is tudja használni. És itt van maga a kiadvány. Leszedjük a tetejét, kiszedjük, aztán itt van a zászlórúd hozzá. Itt hátul van egy lyuk, ebbe beleillesztjük a zászlórudat. Úgyne. Itt van a Connor rejtett penge, ami mondom szerintem baromi jó ez a rejtett penge, nagyon ötletes, viszont figurákhoz annyira szerintem nem. Tudjátok miért? Mert egy ilyen kis lépiszok tartja igazából itt ezt a rejtett pengét. Már másik figuránál is, a The Hunter figuránál is tapasztaltam ezt, hogy konkrétan bármelyik apró mozdulatra kiesik az a rejtett penge onnan. Úgyhogy én nem igazán szeretem,
hogy ez így van. Na, látjátok, alig értem hozzá, és már kijött. És nem igazán örülnék neki, hogyha elhagynám, de az nélkül meg, hát amíg a Hunter figura kinéz valahogy az nélkül, már ott nem a rejtett peng a lényeg, hanem az így. Viszont ebben a figurában azért nem lenne rossz, hogyha ott lenne az a rejtett penge, úgy mutat jól, és akkor így felhelyezzük ezt a zászlót, és itt is van az Assassin's Creed Freedom Edition. Szerintem az az igazság, hogy én nem annyira kedvelem Connor karakterét. Én ezt a játékot igazából addig élveztem igazán, amíg Haytonnal lehetett zúzni, én Haytonet jobban kedvelem, mint Connort, de azt meg kell hagyni, hogy ez a fiú baromi jó figurákat kapott. Ugye ott van a Last Breath, amitről ugyancsak csináltam egy videót, és szerintem az a legkirályabb Connor figura, de ugyancsak a Connor the Hunter is baromi jól néz ki. Ez a fiú elég frankó figurákat kapott, az az igazság, úgyhogy úgyhogy ajánlom figyelmetekbe ezt a Freedom Edition-t, mert nekem ez baromira tetszik. Még úgy is, hogy ez a rejtett penge itt hát elég billegális, hogy mit mondjak, de szerintem baromi jó. Igazság szerint, ha már Haytonnél tartunk, azt hiszem, hogy ő az a karakter az AC szériában, amelyik, aki igazán megérdemelne egy saját figurát. Ha már Shay kapott, akkor szerintem Haytonnél is megérdemelne egy figurát, de nem tudom, szerintem várhatunk rá napestig, hogy valaha is megkapjuk. Na de mindegy, ennyi volt akkor a Freedom Edition, és akkor jön a második figura. Itt is vagyunk, a második figura nem más, mint az Assassin's Creed Unity-hez készült Guillotine Edition. Ez a doboz baromi jó, srácok. Nagyon állat szerintem. Liberté, Egalité, Fraternité, Ola Mort. Szabadság, egyenlőség, testvériség, ezt gondolom halálig. Az nem vagyok benne biztos, az utolsó sor azt jelenti, de szerintem azt jelenti. Baromi jól néz ki ez a doboz. Ez hivatalosan is a kedvencem lett szerintem az AC kiadványok közül, mert nagyon imádom. És itt van a kis nyitó fül, ami ugye a francia zászlót idézi meg. Az a baj, kicsit viseltes már, nem egy mai darab, de hát szerintetek hogy kell kinyitni egy Guillotine Edition-t? Hát nyilvánvalóan így. Vigyázzunk, hogy kiboruljon a figura. Itt van Arno, akit, hát nekem nem ő, nem a szívem csücske ez a fiú, de ugyanúgy, ahogy Connor, nem lehet letagadni, hogy ez a srác baromi jó kiadványokat kapott. Gondoljunk csak, ott van az Ellie-szel közös figura, vagy éppen ez a Guillotine Edition. Itt van egy kard, ez még a Guillotine-hoz egy tartozék, kiszedjük, jó. Aztán akkor ezt innen eltüntetjük. Van itt még egy ilyen zászlócska, amit ha lehúzunk, akkor hopp, ez rosszul volt betéve. Akkor kapunk egy ilyen képet. Basszus, nagyon jól néz ki. Így elkiszedem valahogy. Aki tudom. Igen. Kapunk egy ilyen képet a kiadványhoz. Nagyon állat. Nagyon tetszik. Vissza is teszem. Rendben, és akkor itt van ez a kis fiók. Ebben még vannak extrák, amik a kiadványhoz jártak annó. Azt hiszem nincs benne minden, nem vagyok benne biztos. Itt van egy kis összeszerelési útmutató a figurához. Aztán Original Soundtrack. Ez már nem is tudom, hanyadik soundtrackem az Assassin's Creed-hez. Nagyon állat. Akkor egy ilyen lepecsételt levélke, ami nem más hozta, nem más, mint Párizs térképe a játékhoz. Nagyon király. Imádom a térképeket egyébként. Nagyon-nagyon szeretem a térképeket. Van egy jó pár ilyen térképem, és baromira bírom őket. Aztán egy artbook.
tele jobbnál jobb képekkel. Nagyon jó. Baromi jó. Egyébként ennek a játéknak a hangulatát nagyon kedveltem. Nem én vagyok a legnagyobb fanja Arno Doriannek, sőt, semekkora fanja nem vagyok igazából a főszereplőnek, mert nem volt kifejezetten egy szimpatikus karakter, és végül de nem utolsó sorban kapunk egy pakli francia kártyát hozzá, amit most, ha nem haragszatok meg, nem bontok fel. Ja, jó lesz ez így. Jó lesz ez így, nem fogom most felbontani. Bocsi, igazából a figura a lényeg a videóban, nem a francia kártya, úgyhogy ez így marad, és azt hiszem ennyi is volt. Igen, más nincs hozzá. Szóval nem én vagyok Arno legnagyobb rajongója, de nem tudom elvitatni ennek a játéknak az érdemeit. Ilyen idegesítő hülyeség kivételével, én ezt a játékot rettenetesen élveztem, és az egyik dolog, amit nagyon élveztem, mert az a játék hangulata volt, mert piszok jól nézett ki. Párizs, a színek, az utcák, a mocskos utcák, a francia forradalom hangulata annyira át körüllengte ezt az egészet, hogy tényleg nem tudok olyan sok rosszat elmondani róla, és kifejezetten pozitív játékélményként gondolok vissza a Unity-re. Tudom, hogy a megjelenés körül voltak annó problémák, hát igen, mondjuk az elég ciki volt, de ettől függetlenül tényleg azt mondom, hogy ez a játék egy tök jó Assassin's Creed epizód minden hülyeségével együtt. Na, és akkor itt van maga a figura, Arno egy guillotine előtt, hogy állunk, így ezt ide tesszük, összeillesztjük. Nem akarom nagyon rászorítani, mert nem akarom, hogy utána később ne tudjam szétszedni. A zászlórudat, ez egy ilyen zászlós videó lesz, a zászlórudat beletesszük Arno kezébe, a francia zászlót pedig rátűzzük a zászlórudra. Így né. Akkor ezt ide tesszük. Így, és hopp. És a kardját pedig beletesszük a kezébe. Ezt ide bele kell. Mi remélem menni fog. Jó, nem szenvedek tovább. Az alsót nem tudtam rátenni, majd lehet később megpróbálom ismét. Nem tudom, így is jól fog mutatni a kard a kezébe. Azt hiszem ezt a fajta kardot hívják Rapiernek, ha jól emlékszem. Javítsatok ki, ha tévedek. No, itt is van a Unity Guillotine Edition. Hát mit mondjak, ehhez a kiadvány baromi mutató szerintem. Nagyon jól néz ki. És ezer éve vártam már, hogy be tudjam szerezni. Még egy levágott fej is van itt a vödörben. Kicsit kegyetlen, de szerintem nagyon hozza a játék és maga a francia forradalom feelingjét. Hát maga a guillotine volt, ugye mondhatjuk azt a francia forradalomnak a jelképe. Szerintem ez a figura hűen tükrözi ezt a korszellemet, ami akkor uralkodott, és baromi jól néz ki tényleg. Nem vagyok egy nagy Arno fan, de ez a figura, most így kb. Úgy vagyok vele, hogy az egyik legkirályabb, ami a birtokomban van, és Assassin's Creed kiadvány. Hát ennyi lett volna, srácok, ez a rövid kis bemutató a két legújabb Assassin's Creed kiadványomról, két legújabb figuráról, remélem tetszett. Én csak ajánlani tudom őket, ha tudjátok, szerezzétek be mindenféleképpen, mert szerintem mind a kettő baromi jól néz ki. És hát ez a Guillotine Edition, ez tényleg baromi király. Oké, ez így hivatalosan is azt hiszem a kedvencem lett most, de egyébként ez a Freedom Edition is baromi jól néz ki szerintem. Mint ahogy igazából Connor figurái mind, meg igazából Arno figurái is mind baromi jól néznek ki, úgyhogy csak ajánlani tudom nektek. Én nem sokára ismét jelentkezem, azt szerintem a havi filmes összegző videó lesz, aztán meg majd még meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Addig is mindenkinek jó gyűjtögetést kívánok. Sziasztok!